A Fejér megyei önkormányzat az ECHO innovációs műhellyel konzorciumban sikeresen pályázott a megyei identitás erősítése című pályázati felhívásra, melynek köszönhetően 100 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesült. Ennek keretében elindult a Fejér megyei virtuális erőmű program. Az országban egyedülálló módon széleskörű összefogáson alapuló megyei fenntarthatósági és környezeti szemléletformálási mintaprogram a napjainkban zajló gazdasági és energiaválság okozta hatások mérséklésére is keresi a választ. Ez a program gyakorlatilag azokat a szervezeteket szólítja meg elsősorban, akiknek együttműködésével egy jó platformot lehet létrehozni, önkormányzatok, intézmények, vállalkozói szövetségek, kapcsolódó oktatási, tudományos kutatóbázisok, ahol az energiával, a tudatossággal, klímatudatossággal kapcsolatosan tudás és erőforrás van arra vonatkozóan, hogy ezt közkincsé tegyük, és gyakorlatilag a társadalom minden rétege számára jó gyakorlatként, modellként elérhetővé tegyük. A legtisztább, a legzöldebb és legolcsóbb energia az, amit nem használunk el, ezért meg sem kell termelnünk. Ezt már Molnár Ferenc, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Ügyvezetője mondta, Áder János egykori köztársasági elnököt idézve. Hozzátette, a program egy olyan prevenciós célt szolgál, ami az energiatakarékosságban testesül meg. Mintákat hozunk, azokat díjazzuk, a legjobb projekteknek a mintája alapján kiterjesztjük ezeket egyre több hasonló szereplőre, és a célunk az, hogy ezekből a megtakarításokból egy soha meg nem épülő erőművet építsünk, egy soha meg nem épülő fosszilis erőművet, ez a virtuális erőmű. Ennek keretében vállalkozások, önkormányzatok, állami intézmények pályázhatnak különböző mintaprojektekkel. A minősítések során megnézik, hogy milyen energiamegtakarítás valósult meg, a legjobbakat pedig díjazzák, és a hasonló szereplőknek ajánlják. Ráadásul még a kivitelezéshez is segítséget nyújtanak annak érdekében, hogy csökkenjen a széndioxid kibocsátás, az energiamegtakarítás mértéke pedig növekedjen. Az ünnepség keretében díjaztak megyei önkormányzatokat és a környezeti fenntarthatósági tanulmányi versenyben résztvevő oktatási intézmények alsós, felsős és középiskolás tanulóit.